Elindítottam. Hát közben olvasom a regényt amúgy itt, hogy amit írt. És viszont full flaskom van. Hát ott nem is a flaska probléma, mert ilyen, az a bassz, hogy 3-4 életről le tud ölni téged. A végén kicsit óvatosabban fogok majd játszani, és akkor lehet, hogy flaskokat kell cserébe ennem, de nem baj. Hol vagy? Olyan mag vagy. Most jó helyre sem. Ó, és kirolloltam belőle. Hoppá. Egyből itt. Jó, érzem, ez lesz az rend. Én is ebben lett. Én is. Hát a... gyakorlatilag azt írja le, amit én gondolok, csak még... olvasom tovább, mert még csak a felé jutottam, mert... hogy itt azt írja, hogy igen, hogyha nem lenne ez a kampánymechanika, amit itt éppen szépen mondom, ahogy mondtam is neked, ez itt tökre ellent mond a játéknak, tehát ez olyan lenne, mint hogyha az Age of-ba, nem tudom, a Dark Souls-ba azt mondaná a játék, hogy nem is tudom, mihez tudnám hasonlítani. Tehát, hogy a Dark Souls-ba az olyan, hogy tudom, hogy bosszokat ölsz, fejleszted a karakteredet, szerezed az új tárgyakat, de úgy lenne megcsinálva, hogy nem csak ez folyamat elugrál. Hát mondjuk képzeld, hogy a Dark Souls-ban az összes boss olyan lenne, hogy mint ezt, hogy csak menekül, mint a hülye gyerek, azt beszopod, hogyha ott a... Nem, ez egy pajzs, mit csinálsz? Ez egy pajzs, szerintem. De ezek nem tudlak eltalálni. A kurva anyádat. Jó, az. Hát az utolsó pillanatban kell dodzsolni. Hogy csak mondjuk az összes boss arról szólna, hogy kurva messziről lőne téged íjjal. Amúgy szerintem ez a fight, hogyha ranged vagy, sokkal egyszerűbb. Egy mage-el. Dobbaj már fel. Ah, jó felé ugrasz. Kösz. Csá-csá. Nem tudom beszegerelni ezt a boss egyébként. De! Be tudom! Hú, ez milyen lucky volt! Na már nem sok van, már csak 10%. Most már csak dodge-rollon kéne ezeket a szarokat. Hát meg nem meghalni. Na most idéz. Megvárom még most idéz. Na most menj neki. Elsőre. First try. Az első.